Na szevasztok srácok, itt vagyunk egy újabb Red Bull Lipcse karriermód részben, és már nagyon-nagyon közeleg a bajnokság vége, és ebben a részben be is fogjuk fejezni az idei szezont. Én úgy gondoltam, hogy négy meccset leszimulálunk, és akkor az utolsó mérkőzést pedig lejátszuk, elbúcsúzunk a másodosztálytól. Úgyhogy én így gondoltam, ja, közben Brunót kiállították, aha. Jó, ez most igazából nem érdekes senkit, de mindegy. Úgyhogy én így gondoltam a dolgokat mára. Remélem, hogy nektek is megfelel, ha nem, akkor így jártatok. Nem, amúgy 4 darab meccs alatt 15 pontot nem lehet szerezni, tehát már 100%, hogy bajnokok vagyunk. És igazából nincsen szerintem sok értelme annak, hogy itt még játszadozzunk össze-vissza. Zelke megszerzi a vezetést. Nagyon jó. Mindjárt vége az első félidőnek. Pontosabban most. Oké. Nekem az 1-0 is teljesen jó. Na nézzük. 15 perc van vissza. És megtartottuk az előnyünket a végéig. Sőt, még növeltük is. 2-0. Davi Zelke. Nagyon jó. 3 pont. Csodálatos. Ezt itt lenyomatjuk. Hát, ha valaki fejlődik is. Nem is voltak annyira rossz edzések. Azt kell mondjam. Na, nézzük, ez micsoda. Ja, igen. Massimo Bruno eltiltása véget ért. És akkor egy következő mérkőzés méghozzá a Sampaoli csapata ellen. Jó, ez most igazából mindegy. Na, idegenben nyomjuk. 68 pontunk van, ha nyerünk 71 lesz, ha nem nyerünk, akkor nem lesz annyi. Davi Zelke. Egy óriási állat, az a baj, hogy egy kicsit lassú, de amúgy tényleg jó játékos. Egyből itt az első percben gólt tudott szerezni. Viszont kiegyenlített a Sampaoli. Ennek annyira nem örülök. Viktor Andrade egy újabb büntetőt értékesített, csodálatos. Sternberg is pályára lép, oké. Tígül csereként gólt szerez, és 3-1 marad a vége. Csodálatos, 71 pontunk van. Újabb edzés. És hogyha Sternberg fejlődik, akkor szerintem ő fejlődik úgy teljes mértékben is. Egy értékelést. Úgy is van. Meg a Gulapeti is, nagyon jó, már 71-es. Sternberg pedig 62-es, majd a következő szezonban még jobb lesz a srác. És akkor nézzük. FC Nürnberg. Hányadikak? 10, Jézusom. Az hogy sikerült nekik? Na nézzük. Oké. A csapat az nagyon jó. És akkor nyerjük meg ezt a mérkőzést is. Remélhetőleg Zelke megint betalál. És akkor igazából szerintem még akár esélye is lehet a gólkirályi címre. Bár mondjuk nem vagyok benne biztos, de... Na mindegy, Poulsen szerzett most gólt. Az se rossz igazából. Stieber Zoltán jelenlegi klubja ellen. 1-1 az állás, a 75. percben is Klostermann megszerzi a vezetést, és ezzel a győzelmet is megszerezzük. Nagyon jó. Ha nem játszok, akkor jók vagyunk. Na mindegy. Nézzük tovább. Újabb edzés. Sternberg 4-et fejlődött. Az nem lenne rossz annyira. Hát csak 2-ben fejlődik. Na mindegy, az se rossz igazából szerintem. Majd a következő edzésen jobban teljesít. Ez micsoda? Tígül, hát most lőtték gólt, tesó. Na nézzük, hogy ez mi ez itt. Reinhardt. Köpke. Fernandes. Annyira nem is rossz igazából. Ez a házgyerek se rossz. Pablo Ramos, az nagyon jó lesz majd. Na mindegy, most őket egyszer hagyjuk.
megyünk tovább, és szimuláljuk újból a meccseket. Ez az utolsó meccs, amit szimulálunk, azt hiszem. És akkor utána jöhet egy csodálatos meccs az 1860 München ellen. És jó lenne egy győzelemmel búcsúzni a bajnokságtól. Most ha nyerünk, akkor 77 pontunk lesz. És hogyha ezt is, meg a következő meccset is megnyerjük, akkor kereken 80 ponttal végzünk. Az azért nem lenne túl rossz. Én azt mondom. És Zelke a 15. percben betalált, az csodálatos. Viszont egyenlít a Kaiserslautern, ennek annyira nem örülök, de Zelke megint jött, és 2-1, de megint kiegyenlített a Kaiserslautern. Na még egyet Zelke. Már nincs benne több gól szerintem. Így is van, 2-2 a végeredmény. Ez is egy teljesen jó eredmény, én úgy gondolom. És Dávid Zelke jön legalább fölfelé. Húha, 9 gólja van következő meccsen. Gólt kéne lőni. Nem ártana. Na nézzük, hogy ki hogy fejlődik. Kalmár Zsolti, 69. Haha, csodálatos. Oká. Nagyon jó, és akkor nézzük. Te ki vagy? Dominik Kaiser felőlem, aztán eltilthatjátok. És akkor az utolsó mérkőzésünk. Hazai pályán vehetjük majd át a trófeát. Viszont itt egy cserét eszközölünk. Kinek adjunk lehetőséget? Cifuentes megérdemel egy esélyt még itt. Legyen így egyszer. Oké. Na, kezdjünk bele a meccsbe. És most az egyetlen egy célunk az az lenne, hogy Zelkével minél több gólt szerezzünk ezen a meccsen. És itt is lennénk, Red Bull Lipcse, 1860 München. Jó kis meccs, hazai pályán fogunk játszani, és ahogy mondtam, hogyha Zelke gólt lő, akkor elég nagy az esélye arra, hogy gólkirályi címet ünnepelhessen. Mondjuk az eléggé nagy szégyen szerintem, hogy 33 meccs alatt nem volt képes egy játékos se 10-nél több gólt lőni, sőt, 9-nél többet. De majd talán a következő szezonban. Az nagyon jó, Kalmár! Kalmár! De szép volt a védés! Az nagyon jó. Zabitzer. Marcel Zabitzer. És a gólszerző pedig senki. Zelke. Zelke! És nincs meg a gól, viszont Kalmár jön, és véd a kapus megint eléggé bravúros mozdulattal. Nem jött össze a gólszerzés. Az nem volt csúnya védés, azt kell mondjam, gyerekek. Nem egy rossz kapus áll velünk szembe. Cifuentes, de szép lövés volt. Csak hát ott volt a kapus, és védeni tudott. Ez az ember, ez amúgy nagyon jól véd ezen a mérkőzésen. És mindjárt be is fejeződik számunkra a bajnokság. De még itt egy lehetőség az utolsó előtti pillanatokban. Nukan, a védő! Bassza meg! Pedig levethettünk volna egy gólt még Dávid Zelkével. Nem jött össze, de bajnokok vagyunk. Ugye ezt már tudtuk eléggé régóta, de akkor is. Az más kérdés, hogy nem Zelke lett a gólkirály valószínűleg, sőt biztos, de mindegy. A lényeg, hogy feljebb léphetünk egy osztályt, és hogyha jól tudom, akkor rajtunk kívül kettő csapat még játszhat egy osztályozó mérkőzést a Bundesliga 17. és 16. helyezettjével, tehát rajtunk kívül még kettő csapat juthat fel, de nagy a valószínűsége annak, hogy egyetlen egy se fog feljutni. De mindegy, akkor vegyük át a jól megérdemelt kupánkat, és Willy Orbán fogja átvenni a trófeát. Orbán Viktor, nem tudom ki-e, jó, mindegy, hagyjuk ezt, de az a lényeg, hogy teljes mértékben megérdemelten nyertük meg a német másodosztályt, és büszkén emeljük fel a trófeát.
következő szezonban pedig nagy valószínűséggel vagy a kiesés ellen fogunk harcolni, vagy pedig a középmezőnyben fogunk tanyázni. Ez majd még kiderül a későbbiekben. Viszont most egyelőre nagyon örülünk annak, hogy sikeresen feljutottunk, és bajnokok lettünk, és nem kellett osztályozót játszanunk valamelyik kieső jelölt Bundesliga csapattal, úgyhogy ez így a legjobb, gyerekek. Na, gyerekek. Az van, hogy elkezdtük az új szezont, beállítunk egy pár edzést a játékosoknál, és nagyon keményen nyomatjuk majd a következő részben tovább a dolgokat. Nézzünk egy Cifuentest is most. Lőjé kapura. Ez mondjuk. Aztán középpályán egyértelműen Kalmárenc. Nem tudom. Passzolni tud. Lőni annyira nem. Úgyhogy akkor te is nyomsz egy ilyet. Aztán kapusoknál ez a Ramos gyerek rohadt jó lesz majd. Négy Gulácsi Peti edzést nyomunk. Illetve szélső védőkkel hogy állunk? Van egy csomó, csak pont olyanok, akik nem kellenek igazából. Nem, ne nézzünk mondjuk egy Sanchez-t. Hát ha ő jó lesz nekünk, és akkor toljuk az edzést. Na, Cifuentes már is fejlődött egyet, az nem rossz igazából. Mármint egy statisztikában. És akkor nézzük, hogy mi van itt. Jó, legjobb 32 közé be kell jutni. 16 milliót kaptunk. Na, az egy jó kis money. És a középmezőnyben kell végeznünk. Oké. Végezzünk a középmezőnyben. Viszont... Nem ezt akartam, bocs. Ezt akartam. Ja, bocs, titeket igazából nem akarunk nagyon megszerezni, tehát ti igazából mehettek is innen el majd. Nem tudom. Nem annyira vágom a dolgokat most. Természetesen ezt elfogadjuk. Egy kis extra pénzért. Hát én úgy gondolom, hogy ezt simán meg tudjuk nyerni majd. És kapunk érte 5 milliót pluszba. Az azért nem lenne rossz igazából. Úgy egyáltalán. Na, egy edzést megint nyomunk. És akkor... keresünk egy pár játékost. Egy kis erősítést próbálunk magunknak szerezni. Hát, ha sikerül. Jó, ez nem érdekel. Te maradsz, öcsém. Te nem fogsz innen elmenni, az biztos. Na, keressünk. Keressünk így játékosokat, szerintem. Instrukciók. Bármelyik pozíció. Legyen mondjuk... First team. Az oké. Okay. Kontrakt az tök mindegy. És maximum... 25 éves. Szerintem ez nem rossz. Annyira. És igen. Mi ez? Ja. Jó, hogy kiküldjük őket, hát hülye vagy. Egyszer egyik Németországba. A másik az mondjuk menjen. Franciába. A harmadik az menjen. Spanyolba. Negyedik az pedig menjen Brazíliába. A szart Brazíliába. Nekünk jó játékosok kellenek. Hova menjen? Menjen akkor Angliába. Így is van. Oké, illetve a Weiser az nekem kell. Tehát
érte, vagyis kérünk egy ajánlatot, hogy mennyiért adják el Michel Weisert nekünk, tehát ő nekünk kellene, illetve megnézzük, hogy a Free Agents-be hogy állnak a dolgok. Rafael Acosta. Nézzük. Te ki vagy? Egy védő, Kevin Auer. Hát figyelj. Shortlist. Ő nem lesz egy rossz játékos, amúgy hány éves? 18. Belőle még akár lehet valami. Hát te ki vagy? Hát te szar vagy, bocs. Jó. Azért annyira nagyon jó játékosok nincsenek, de nem vészesek. Tehát egy pár gyöngyszemet szerintem lehet majd találni. Te ki vagy? Jó, inkább kihagyunk, 30 éves, de annyira nem vészes a srác. Hát ez nem jó annyira. Galindo. Nézzük meg hátra. Sergio Gordon. 16 éves csatár. Hát eléggé ratyi. Meg te se vagy sokkal jobb. Hamed. Ó. Ezt egyszer megnézzük. Amro Hassan se rossz annyira. Őt is ide tesszük. Na. Vannak itt azért egész jó kis játékosok. Habár mondjuk nem nagyon szeretnék ilyeneket igazolni, de annyira nem vészesek. Egy próbát megér, megnézzük őket, aztán csá. Kicsit gyorsítani kéne a dolgokon, mert így 50 perces lesz a videó. Na jó, azért annyira nem, de nem lesz rövid. Na, Stefan Moritz. Hó, papi. Te annyira nem is vagy szar. Egy ilyen 60-as körül lehet, hogy van a gyerek. Moti. Attól függetlenül, hogy román, át, de a befejezés az nagyon szar, akkor kihagyjuk a srácot. Gianluca Quento. Vagy Onetó, bocsánat. Fizikálisan és technikailag egészen ott van a csávó. Priskin Dénes. Várjál már. Egyszer mennyi. Oké, téged is megnézünk, hát ha. Azért vannak annyira nem vészes játékosok. Tehát szerintem majd egy-kettőt itt tartalékba be tudunk szerezni innen is ingyen. Az azért annyira nem lesz egy rossz dolog, szerintem. Hogyha ilyen fiatal 60 körüli játékosokat ingyen meg tudnánk szerezni, az azért úgy megmondom őszintén, nektek tetszene. Mármint nekem tetszene. Izét akarok. Ezt akarom. És föl kéne venni egy akár egy jó félét, egy jó féle embert, mondjuk ezt az Edgar utot, és akkor így gyorsan innen rádobálni a srácokat az emberkére, hogy legyenek figyelve.
Hát, ha esetleg olyan fajta játékosokat találunk, akik akár még jók is lehetnek nekünk. Na. Úgyhogy gyerekek, következő részben el fogjuk kezdeni a bajnokságot. Weiserért 10 milliót kérnek. Na mindegy. Ez majd a következő részben lesz. És elkezdjük a bajnokságot a következő részben, vagyis hát nem a bajnokságot, hanem a szezont, úgymond. Ja, igazából ennyi. Úgyhogy már ennyi lett volna, csodálatosan megnyertük a bajnokságot, meg mindent. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész is, ha igen, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, illetve feliratkozni, hogyha még nem tettétek volna meg. Én köszönöm a figyelmet, szevasztok!